Sziasztok! Ez itt a Semleges Térfél újabb vírus videója. A koronavírus minket arra kényszerít, hogy olyan műsorokat csináljunk, mint ez, aminek mi nagyon örülünk. Na, az én szempontomból ez egyetlen pozitívuma az egésznek. És ha már korona, akkor eszembe jut róla a király. Itt van a körünkben az NBA csere királyának titulált Boldog Tamás. Sziasztok! És természetesen Kolárik József. Sziasztok! És hát jó magam, Fűrjes Szabolcs. Én egyből kezdeném is ezzel a cserekirálysággal, és aztán utána gyorsan ugranánk is a nézői kérdésekre, mert a Facebookra feltettünk egy cikket, és oda rengeteg jó és érdekes kérdés érkezett az olvasóinktól. Nos, ez a cserekirályság. Hát én itt azt látom egy ilyen kimutatásban, hogy 6 meccsen 17 cserével 6 gólt sikerült elérni a cserejátékosoknak, míg a 6 gólt sikerült elérni cserejátékosoknak más edzőnél, de a második helyezett Ostermayer Gábornál ehhez 14 meccs kellett, és 42 csere ehhez a 6 gólhoz. Mit gondolsz te erről, hogy hogy néz ki ez? Tényleg te vagy a király? Köszönöm. Nem, hát én úgy gondolom, hogy ez nem az, hogy szerencse kérdése, de egy cserejátékost azért visz az ember a pályára, hogy valamit hozzátegyen. Most persze, hogyha én azt tudom, az, hogy az a játékos, akit becserélek, ilyen jó formában van mondjuk esetleg, és szerencséje is van, és azon a mérkőzésen gólt rúg, vagy gólt fejel, mint mondjuk a Tisler Patrik, amikor becseréltem Vert 3-at, akkor kezdetem. Szóval valamilyen szinten akkor lehet mondani, hogy miért nem játszik az a játékos a kezdettől fogva. De persze jó hallani, hogy az a játékos az eredményes, és hogy esetleg jól nyúlunk a cserékhez, de hát ezt mindig megbeszéljük a kollégákkal, hogy ki az, akire úgy gondoljuk, hogy az adott szituációba számíthatunk, úgyhogy én annyira nem tulajdonítok ennek jelentőséget, de hát a játékosnak az a dolga, hogy bemegy, akkor próbáljon valamit hozzátenni, és segíteni a csapatát egyértelműen. De azért köszönöm, jól esik. Hát így van, egyébként én is ezt gondolom, illetve azért, hogyha ez mondjuk 100 meccs után is elmondható, akkor egyértelmű, hogy te ebbe a témába bizony tudsz valamit, és én nem vagyok benne biztos, hogy egy játékos, aki mondjuk 2-t ver a 70. perc után, és azt mindig megteszi, annak biztos a kezdőben van a helye, mert mondjuk 35 éves és 20 percre képes már csak, de technikailag meg tudja oldani, stb. Erről sokat lenne beszélni. Józsi, neked egy kérdésed van, és aztán tényleg a nézőinknek adjuk a szót képletesen. Hát mindig az ilyen, úgy látszik, a provokatív kérdés nekem jut. Akkor, amikor Magyarországra sikeresen vissza tudtál jönni, akkor mi nagyon féltettünk téged a Kisvárdától, hiszen mi úgy tudjuk, hogy egy nagyon nehéz személyiség a Kisvárda vezetője jelen pillanatban, és hát azt szeretném megkérdezni, hogy te is egy elég erős karakter vagy, ebből is adódik sokszor egy konfliktusod. Hogyan tudjátok ezt megoldani, ezt a problémát? Két dudás egy csárdában hogy fér meg? Az érdekes, mert mindig, hogyha valakinek interjút adok, akkor ez a kérdés mindig följön. És én mindig ugyanazt elmondom azért, ugyanúgy most nektek is, hogy persze tudtam én azt, hogy az Attila egy erős karakter, és nincs is azzal semmi gond, de számomra az mindig fontosabb, hogy valaki egy visszajelzést ad, és van miről esetleg beszélned, tudsz más szemszögből vitatkozni, vagy megbeszélni egy dolgot, és sokkal jobban szeretem azt, hogyha valakivel meg is lehet beszélni, vagy más a véleménye, de a szemedbe mondja. És egy őszinte ember az mindig nehéz ember, és egy őszinte ember az mindig beleáll a konfliktusokba, vagy legalábbis a véleményét elmondja. Most az Attila ugyanilyen, úgyhogy nincs ezzel semmi gond. Inkább van egy olyan felettesem, akivel tudok dolgokról beszélgetni, vitatkozni, mint egy esetleg egy olyan vezető, aki hátam mögött teljesen más mond, mint a szememben. Úgyhogy abszolút nincs semmi gond. Az, hogy egy-két dologba másképp látjuk, más a nézetünk, az úgy gondolom, hogy egy teljesen természetes dolog. Tehát végül is a lényeg az, hogy konszenzus az ki tud alakulni, úgyhogy itt a két dudás nem egymás ellen nyomja a csárdába, hanem feltehetőleg egy valamilyen harmóniában. Én úgy gondolom, hogy
Persze, hát ez mindig olyan, hogy az eredmény határozza meg a történéseket, hogyha ha két-három vereséged van, akkor nyomás alatt vagy, akkor egyértelmű, hogy akkor a harmónia az egy kicsit feszültebb, és mindenki ingerültebb. De én úgy gondolom, hogy az Attila itt ezt, amit elért a klub, az abszolút nagyon nagy szerepe van abban, és az a hogy mondjam, nem az, hogy odaadás, az a munka, amit ő beleölt ebbe a klubba, az abszolút látszik, és azért az a megsüvegelendő. És én úgy gondolom, hogy ő ezért mindig mindent meg is tett, hogy ez a klub működjön, és hogy minél előrébb legyen. Na most egyértelműen tapasztaltam ugyanúgy, amikor vezető voltam, és nem csak edző Diós Győrbe, hogy egy-két dologba bele kell álljál, és döntést kell hozni. Na most, hogyha az ember már döntést hoz, akkor valaki mindig sérül, valamilyen érdek mindig sérül. Edzőként ugyanúgy. Fáj a szívem, amikor mondjuk ki kell jelölni egy 18-as keretet, van, aki kimarad, de hát meg kell tenni, mert 25-en nem tudunk a padon ülni. Vagy ki az, aki kezd? Ugyanúgy. Szóval néha érzik az embernek a szíve, hogyha valakit nem tud a csapatba rakni, de hát ez a döntéskényszer, ez úgy gondolom minden pozícióban, ahol vezető szerep van, ott mindenhol ott van. Lenne még egy fontos kérdésem, és elnézést, Szabi, egy kérdést mondtál, de nem bírom ki. Ugye mi meg kell, hogy mondjam, elég sokszor kritikai éllel illettük az Attilát, és írtunk is már levelet Kisvárdára, nem is egyet ráadásul. Van nekik ez a 108 oldalas klubfilozófiájuk, amit kértünk tőlük, aztán utána megszereztük máshonnan. Úgyhogy az lenne a kérdésem, hogy téged úgy kértek föl, úgy kért föl az Attila, vagy aki ebbe döntéshozó edzőnek, hogy ezzel a klub filozófiába teljesen beleilleszkedsz, vagy a saját Bódog Tamásos gegenpressing tetszett meg nekik, és ezt szeretnék meghonosítani Kisvárdán. Most én úgy gondolom, hogy az Attila, amit az elején mondott, azt ő úgy is gondolta, és az úgy is van, hogy ők mindenképpen egy támadó futballt favorizáltak itt. Az, hogy most a támadó futballban teljesen más felfogásban működnek az edzők, az ugyanúgy elfogadható. A klubnak van egy elképzelése arról a labdarúgásról, amit szeretnének játszani, vagy játszottatni, és amit játszottak is eddig. És az a támadó foci, arról, amiről beszélgettünk még az ideérkezésem előtt, az mindenképpen számomra azért kedves, mert én ezt ugyanúgy képviselem, mint az Attiláék. Az, hogy mi most ezt másképp akarjuk elérni, egy kicsit én másra fektetem a hangsúly, mint amit az Attiláék csináltak, az teljesen természetes, mert én úgy gondolom, hogy az, amiben én belenőttem, amit tanultam abban 25 évben kint Németországban, az egyértelmű, hogy ez itt Magyarországon eddig nem működött, vagy legalábbis nem olyan szinten működött, vagy nem ugyanígy működött, mert ha két ember két különböző helyről jön, akkor nem feltétlenül kell, hogy ugyanazt tudják. De lehet, hogy ugyanúgy gondolkoznak, csak azért attól függetlenül a finomságok azért vannak különbségek. Úgyhogy én azért is vállaltam ezt el, vagy azért gondoltam, hogy itt esetleg lehet egy csapatot fölépíteni, mert a klub részéről is az a felfogás az megvan, és az, hogy én azt hogy alakítom ki, természetesen az a vezetőedzőnek a legnagyobb felelőssége, de ugyanakkor a klubnak kell az, hogy ott álljon az edző mögött, és azt a felfogást, azt ők is képviseljék. És ebben mondjuk az Attila nekem nagyon nagy segítségemre van, mert ő pillanatnyilag a bajnokságot, a csapatokat, ő azt tényleg úgy ismeri, meg azokat a kis tippeket, azokat ő tudja adni, amire nekem esetleg szükségem van, hogy hol és mint tudunk eredményesek lenni. Na most ugyanezt elmondod németül? Azért kérdezem, mert akkor kezdem én a nézői kérdésekkel. Szlavik vagy Szlávik Tibor kérdései fognak itt most elhangozni, illetve aztán megyünk majd tovább, de mindig mondom, hiszen hogy kitette fel a kérdést, hiszen ez nyilvános, fent van a Facebook oldalunkon. És azért kérdeztem ezt a németet, mert hogy az a kérdés, hogy kik inspirálták, hogy edző legyen? Márhogy én? Hát végül is el tudom mondani, persze, miért tudnám. Hát amikor én kikerültem, akkor olyan edzőkkel tudtam dolgozni, mint a Rangnick, aki az edzőm volt, aki végül is később edzőként oda segített a Lipcséhez, a Red Bull Lipcséhez. De ami a legfontosabb volt számomra a Rangnick mellett, hogy volt egy olyan csapattársam, volt egy olyan edzőm, aki meghatározta az egész ténykedésemet, a Klopp egyértelmű, aki rám a legnagyobb hatással volt, és az még mindig valamilyen szinten, én úgy gondolom, hogy az a
hogy mondjam, az a filozófia, az a felfogás, az a működés, amit ő képvisel, az ugyanúgy követendő, és én próbálok ennek a nyomába érni, és azért én úgy gondolom, hogy az a munka, amit Diós Győrben, vagy esetleg itt is az elmúlt mérkőzéseken csináltunk, azért az bizonyítja, hogy az a felfogás azért az beleívódott ez alatt a 21-22 év alatt az agyamba, amit próbálok továbbadni, és próbálom úgy működtetni, hogy az eredményes legyen. De számomra fontos volt, hogy ezek az évek játékosként, meg edzőként, hál' Istennek olyan edzőkkel, olyan emberekkel tudtam együtt dolgozni, akik mindannyian ezt a vonalat képviselték, még hogyha voltak is eltérések azért a felfogások, a filozófiák között, de az biztos, hogy meghatározta az egész edzőként való felépítettségemet, és én úgy gondolom, hogy ezt az irányvonalat fogom életem végéig végigvinni. Hát akkor tehát itt nyilván nem egy másolásról van szó, hanem ez, ahogy nagyon jól mondtad, így beléd ívódott egyszerűen ez a, hát ez a világlátásmód, mert tulajdonképpen ez arról szól, hogy látott a futballt, és nyilván ehhez képest fogsz te játszatni valamit a pályán. Persze, most azt nehéz azt mondani, hogy másolni, vagy hasonló felfogásba játszottatni. Másolás az mit jelent? Eredményes akar lenni az ember, és én pillanatnyilag úgy gondolom, hogy ez az a filozófia, a felfogás, ez az, ami pillanatnyilag, ami eredményes tud lenni, és ez az, ami attraktív, ez az, ami nézhető, egy szurkolónak az kell, hogy valami, hogy mondjam, közös legyen abba, hogy ő kimegy a stadionba, és magáinak érezze azt a csapatot, és egy szurkoló nem azért megy ki, hogy egy mérkőzésen legyen két kapulölövés is, mit tudom én, egy gólhelyzet, hanem azért megy ki, mert izgulni akar, és akar látványos dolgokat látni, és ott legyen befejezés, érkezés, lövés, és gólok. Egy szurkolót tűzbe kell, lázba kell hozni azért, hogy utána a következő héten ugyanúgy kimenjen. Én mindig is hangsúlyoztam azt, hogy a labdarúgás a szurkolókért van, és ezt így is gondolom abszolút. Na most az, hogy amit többen is kérdeztek, és tényleg így van, hogy mondjuk esetleg ide kerültem Kisvárdára, ahol esetleg nincsen egy olyan szurkolói bázis, mint ami az előző munkahelyemen volt, az most megint egy kérdőjeles történet. Én amikor oda kerültem, akkor én abba bíztam, hogy ott valamit föl lehet építeni, a szurkolók beállnak mögéd, és egy brutális nyomást tudunk gyakorolni ezáltal mindenkire. Na most ott voltam 13 hónapot, egy hazai meccsem nem volt, úgyhogy nekem Magyarországon senki nem beszéljen arról, hogy a szurkoló milyen plusz hatást tud kiváltani egy mérkőzésből, mert amellett, hogy a legfontosabb része a labdarúgásnak a szurkoló, de Magyarországon másképp tudja megadni az a pár ezer ember azt a plusz hatást, ha egyáltalán van hazai mérkőzésed, mint esetleg nyugaton, Németországban, ahol mit tudom én, a Lipcsébe annak idején egy harmadosztályú meccset játszottunk 40 ezer ember előtt. Szóval itt én is egy kicsit, hogy mondjam, a véleményemet egy kicsit megváltoztattam, vagy legalábbis racionálisabban gondolkodok azóta. Na egy kicsit csapongva a következő kérdés szintén még Tibortól. Mit gondolsz az utánpótlás képzésről Magyarországon, és hogy van-e valami olyan magyar DNS, ami alapján egységesíteni lehetne a DNS-t, nyilván azt értsük jól, ami alapján egységesíteni lehetne a képzést az akadémiákon, illetve ezt még én teszem hozzá, hogy az egységesítésben meddig érdemes elmenni egyáltalán? Mondjuk ez összetett kérdés, és nem feltétlenül én vagyok erre a legalkalmasabb valami, aki ezt meg tudja mondani, de véleményem van természetesen. Én úgy gondolom, hogy a játékosok egy kicsit burokban vannak csomagolva, vagy vattában vannak csomagolva Magyarországon, és azok a fiatal tehetségek nincsenek, hogy mondjam, rákényszerítve feltétlenül arra, hogy kihozzák magukból a maximumot. Vannak tehetségeink, abszolút, és hál' Istennek azzal nincsen gond, de valami miatt nem jutnak el, vagy nem akarnak eljutni ahhoz az utolsó lépéshez, hogy utána ők egy színvonalasabb bajnokságban játszanak, és nincsenek is rákényszerítve, hogy az utolsó lépést kihozzák magukból. Most egyértelmű, hogy ez külföldön szerencsésebben működik, mert nagyobb a merítési lehetőség, több játékos van, és ott alapból kirostálja az a közeg magából azokat a játékosokat, akik esetleg megelégszenek, vagy nem állnak be olyan szinten a sorba, nem csinálják, mert ott van mögötted másik 3-4 ember, és azok, ha megkapják a lehetőséget, akkor nehéz. Szóval ott van konkurencia. Na most az, hogy magyar DNS, vagy mit tudom én, milyen DNS-ről beszélhetünk, vagy felfogás, én úgy gondolom, hogy minden edző próbálja kialakítani
a stílusát a csapatán belül, a játékos kerettel, az aktuális játékos kerettel egyértelműen összhangba. De nagyon sokszor hallom Magyarországon, hogy a magyar stílus. Na most persze, hogy a magyar stílus meg kell őrizni, azzal nincsen semmi gond, csak én kérdem azt, hogy mi a magyar stílus. Pillanatnyilag a világon az úgy működik, hogy mindenki tud futballozni, mindenki atletikus, technikailag jó. Na most te beszélhetsz itt magyar virtusról, meg magyar stílusról, hogyha fizikailag nem vagy olyan állapotban, mert kimész külföldre és ledarálnak. Erről szól a történet. Úgyhogy én mindenképpen komplex képzésre fektetném a hangsúlyt, de nem tudom megítélni, mert nem látok bele az akadémiák működésébe, de egyértelmű, hogy a véleményem szerint az határozza meg az akadémiának az életképességét, hogy hány játékos kerül ki olyan szintre, hogy külföldön meg tudja állni a helyét, vagy hány játékos tudnak fölépíteni, aki esetleg meghatározó tud lenni a magyar bajnokságon. Szóval ezeket érdekes lenne esetleg, hogy mondjam, mérni, vagy számon tartani, de hát vannak nálam okosabbak a dolgok. Bocsánat, elnézést. Ugye nemrég találkoztunk, tartottál egy ilyen bemutató edzést, pontosabban a filozófiádat próbáltad megmutatni az edző kollégáknak a Sisa Tibor szervezésében, és azt kérdezném, hogy azóta, ugye tudják sokan a telefonszámodat, elérhetőségedet, kerestek-e ezzel kapcsolatban, hogy Tamás, baromira tetszett a filozófiád, szeretnék hasonló szellemben én is edzéseket tartani, segítsél már nekem ebbe, volt-e már ilyen? Persze volt megkeresés, meg utána is többen jelentkeztek, írtak vagy hívtak, hogy hol tudnák azt az anyagot megkapni, vagy hogy mikor érnék rá, mikor tudnánk beszélgetni, de ez volt hál' Istennek előtte is. Úgyhogy én is úgy gondolom, hogy az a edzőképzés az MLS keretén belül az sikeres volt, és nem csak azért, mert pontokat adtak érte, hanem műzok benne, hogy azért a kollégák is tényleg abba tudtak meríteni, meg én is próbáltam úgy összerakni azt az anyagot, azt az egésznapos anyagot, hogy annak legyen kézzel fogható része. Szóval én is voltam már olyan előadásokon, amikor jó, tudtam, hogy miről beszélnek, de azért kíváncsi lettem volna, hogy oké, de akkor hogy tudsz ahhoz eljutni, hol az a gyakorlati része, ami téged abba segít, hogy meg tud azt valósítani, azt, amiről beszéltek. Na most én azért próbáltam azt úgy irányítani és összerakni, hogy azért mindenki tudott belenyúlni, mindenki tudott egy kicsit abból kivenni valamit, ami az ő felfogásának, az ő csapatával esetleg megoldható, vagy hasznosítható, de természetesen azért nagy része volt annak is az előadásnak, hogy én arról beszéltem, hogy az, amit eddig edzőként én csináltam, hogy mi az, ami engem képvisel, mi az, ami szerintem működőképes, és mi az, ami szerintem pillanatnyilag a legmodernebb, hogyha úgy nézzük Európában. Hát igen, és akkor így ezzel összefüggésbe kérdezném egy további olvasói kérdést, aki azt tette föl kérdésként, hogy mi volt az első változtatás, amit Kisvárdán bevezetett, és én azt még hozzáteszem az előző témához, és megkérdezem szintén, hogy ha az utánpótlásból Kisvárdán feladnak neked egy játékost, akkor ő fogja érteni azt, hogy te miről beszélsz? Hát egyből biztos, hogy nem, mert van nálunk 2-3 fiatal, aki a csapattal együtt edz, most pillanatnyilag csak csoportokban, de én úgy gondolom, hogy azért fontos, hogy az, hogy egy vezetőedző, aki az első csapat vezeti, az mindig kapcsolatban legyen az utánpótlással. És azért az első, második korosztály, a 19-17 évesek nem feltétlenül olyan rossz az, hogyha mondjuk ők is esetleg ugyanolyan felfogásban, vagy azzal a filozófiával játszanak, vagy játszhatják a csapatokat. De mindenképpen számomra fontos, mivel ezt láttam, ezt tudom, hogy ez működik, ezért csinálom én is azt, hogy nálunk edz egy-két fiatal, és ők azért lassan fölveszik azt a felfogást, fölveszik azt, hogy mi az, ami az edzőnek kell, mit kell csináljanak különböző szituációba. Ezért is fontos az, hogyha van rá lehetőség különböző ilyen talentképzéseket csinálni, ilyen tehetségedzéseket, ami mondjuk a különböző korosztályokból az a 3-4 legjobb ember, akit az edző kijelöl, vagy aki megérdemli, azoknak vagy külön edzést csinálni, és akkor abba azokat az alapelveket, azokat a fogalmakat, ami egy edzőnek fontos, hogy én esetleg milyen szituációban
mit akarok viszont látni, hogy ő azt pontosan tudja, és ne az legyen, hogy amikor megvan a lehetőség, hogy na már most akkor öregtenek, ez itt a lehetőség is játszhatsz, hogy akkor kell megmondani pontosan szájba rágni, hogy mi a feladata, hanem akkor igenis ő már tudja, hogy mi az, amit az edző kér tőle, és hogy mire van szüksége. Szóval ez az összhang meg kell, hogy legyen az utánpótlás és az első csapat között, és ez, ha van rá lehetőség, én úgy gondolom, hogy minél szorosabbnak kell lennie, mert egy klubnak az lehet a célja, és az is kell, hogy legyen a célja. Jó, mondjuk nem egy Bayern Münchennek, aki kész játékosokat veszi, de mondjuk egy normális, egy kisebb klubnak azért fontos az, hogy az utánpótlásból kikerüljenek játékosok, akik ugyanúgy be lehet építeni az első csapatba, és az mutatja a klubnak az erősségét, hogy milyen szintű szakmai munka folyik ott. Na de nem úszott meg a kérdést, hogy mi volt az első változtatás? Jó kérdés. Kértem egy mágnestáblát az edzői öltözőbe. Nem tudom, tényleg nem tudom. Uh-huh. Csapaton belül persze, hát új edző mindig azért új felfogásba, egy kicsivel másabb dolgokat kér. Följebb toltam a védekezést, agresszívabbak lettünk, magasabban letámadtunk, több ember érkezik a párharcokba, az első érkezik full sprintbe a párharcba, a második összeszedi a labdát. Ezek mondjuk előtte, annak ellenére, hogy te támadó futballt játszhatsz a csapatoddal, nem feltétlenül ugyanúgy oldja meg a két edző. Most persze, ezek a finomságok, ezek az apró különbségek azért sokat tudnak jelenteni, mert egyértelmű, hogy sokkal gyorsabb és veszélyesebb tud egy csapat lenni. Most ezeken én változtattam, annak ellenére, hogy ez a támadó futball, ez itt a játékosok fejében már benne volt. Uh-huh. Hát és akkor itt, ugye, amit említettél is, hogy akkor például a stábot hogy választott ki, illetve mi alapján, milyen ismérvek alapján, vagy hogy ki legyen a csapatkapitány. Itt már Sárközi Sándor kérdései is benne vannak ebbe a dologba, tehát hogy alakítottad ki ott azt a stábot, a csapatkapitány, meg hát nyilván tudjuk ezt pontosan, nyilván az öltözőben is vannak erőviszonyok, ott te szeretsz a legerősebb lenni, vagy ezt a játékosokra bízod, és majd, de ezt majd elmondod te. Mondjuk azért tanultam én is a Diósgyőri időszakból, úgyhogy nagyon sok mindent rábízok a játékosokra, oldják meg, hál' Istennek egy jó közösség van itt, úgyhogy annak ellenére, hogy sok külföldi játékos van, de én úgy gondolom, hogy az öltöző az rendben van, változtattunk, finomítottunk rajta, aki nem fogadja el azokat a törvényeket, amiket én is képviselek, az egyértelmű, hogy utána helyre van rakva, de tényleg a csapatkapitányunk, a Lukasz, ő itt van régóta a klubban, és ő abszolút kézbe tartja a csapatot, úgyhogy ezzel nincsen semmi gond. A stábot örököltem, a stábot megkaptam, és a új embert én nem hoztam, egyedül jöttem ide, de abszolút én úgy gondolom, hogy jól dolgozunk, mert akik itt voltak, azok ugyanúgy a klubért dolgoznak, és egy rossz szavam nem tud lenni a stábra. Akinek még köszönete tartoztam a Dajka, amikor én idejöttem, ő ugye akkor ment innen, vagy nem ment, hanem akkor átadta a helyét végül is nekem, és ő abszolút segített engem abba, hogy a játékosokat jobban megismerjem, hogy a játékosokról képet kapjak, és mai napig is a viszonyunk az előtte is jó volt, mert együtt dolgoztunk mi már a Videotonnál is, vagy amikor ő a felcsúton volt, akkor szoros volt a kapcsolat, de az ő segítsége mindenképpen fontos volt számomra, hogy egy komplex képet tudjak kapni a csapatról és a klubról. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy ez így működik, az Attila természetesen azért koordinálja ezt az egészet, kézben tartja, úgyhogy ami olyan kérdés van, vagy nehézség, vagy nehéz döntés, az hál' Istennek nem nekem kell meghozni, mint Miskolcon, úgyhogy ebben a szempontból én úgy gondolom, hogy ez eddig jól működik. Na, és itt felvetődik a kérdés, ugye az, így a Grozev, illetve a másik kimondhatatlan nevű román játékos, akit nem láttunk egyébként soha, de ez itt a Grozevra vonatkozik a kérdés éppen ezért, hogy én hallottam, meg szerintem a nézők is tudják azt, hogy mi a véleményed ezzel az üggyel kapcsolatban, de azt mondd meg nekem, hogy ha most mérlegre kell tenned azt, hogy mennyit veszít azzal a Kisvárda, hogy most már nincs a keretben, és mennyit nyer azon az oldalon, hogy például mondjuk a bérét nem kell kifizetni, és a negatív hatásokat adott esetben nem gyakorolja a csapatra, akkor az ő távozását azt összegészében pozitív vagy negatív előjelűnek érzed?
Most erre csak annyit tudok mondani, hogy darabszámra kevesebben vagyunk. De ugyanakkor a csapat meg egységesebb lett. Úgyhogy nekem nem hiányzik. Én, hogyha megnézed az utolsó két mérkőzésünket, már úgy hoztuk le, úgy nyertük meg, hogy ő nem játszott, nem lépett pályára. Na most azért ez is egy jelzésértékű, és én ezt annak idején is, amikor ebbe döntést hoztunk, akkor azt mondtam, hogy a Grozava az egy tényleg magyar szinten szenzációs képességű játékos, Bundesliga szintű játékos, aki a hozzáállásával tönkre teszi azt, amit az Isten adott neki, és nekem nincsen olyan emberre szükségem, hogy könyörögni kell neki, nem azt csinálja, vagy éppen hangulatember. Na most, hogyha én megkövetelem a csapattól, mindenki álljon be a sorba, és tényleg szó nélkül darálják végig a 90 percet, csinálják azokat az utasításokat, azokat az alapelveket, amiket én kérek. Most én nem tudok kivételt tenni, meg nem is akarok kivételt tenni. Úgyhogy én tényleg úgy volt, hogy a Gikuval annyit beszéltem, hogy az egész csapattal nem beszéltem annyit, de valamilyen szinten egy rendes aranyos gyerek, nincs azzal gond, de a végén mégis nem jött ki az a plusz, amit ő hozzá tudna tenni a csapathoz. Na most, hogyha te játszol egy letámadásos futballt, és ott egy ember úszik, mert nem csinálja azt, amit a többiek csinálnak, egyértelmű, hogy akkor utána előjön a kérdőjel, és utána nem fogod berakni, mert akkor van jobb. Most képesség az nem feltétlenül jelenti azt, hogy a teljesítménye milyen. És hogyha én teljesítményt akarok, akkor nekem olyanra van szükségem, aki megcsinálja azt, amit én kérek tőle. Úgyhogy... Pont ide kapcsolódna az a kérdés, amit a Klings, elnézést kérek, Szabit. Igen. A Klings Zoli tett ide, csak akkor, hogyha játékos keresel a csapatodba, karaktert keresel, vagy pedig inkább a csapatjátékosok felé húzol. Tehát most eléggé most ilyen álnaívnak tűnik a kérdés, csak pont ide kapcsolódik a Grozav kapcsán ez a dolog. Na most nézd, ideális esetben ez nyugaton úgy működik, hogy amellett, hogy mondjuk leszkautolják a gyereket, a játékost többször, a képességeit, a teljesítményét a mérkőzésen, ugyanakkor az emberi részét is leszkautolják, mert ugye elmennek edzésre, megnézik azt, hogy az edzés, ahogy viselkedik, azért felmérik a családi hátteret, beszélgetnek a játékossal. Ha van rá lehetőség, és igazolsz egy embert, akkor azzal mindig, én úgy gondolom, és ezt tanultam meg, persze, itt lehet mondani azt, hogy az ember máshol dolgokat, de ezt a Kloppótól az ember megtanulta, hogy ahhoz, hogy te igazolsz egy játékost, ahhoz neked valakivel beszélni kell, ahhoz neked tudni kell azt, hogy az a játékos emberileg milyen, és itt nem feltétlenül a futballról kell beszélgetni, hanem az, hogy milyen a felfogása, hogy lát dolgokat, és hogy illik-e abba a csapatba, amit te föl szeretnél építeni. Ez nem volt másképp régen, annak idején Diós Győrbe is például őket igazoltunk, beszéltem a Brikovicsal, a Hassanival, vagy a Sestakovval előtte, ugyanúgy fontos, hogy az ember megismerje a játékosokat. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy az fontos, hogy képesség legyen a gyerekben sebesség, mert anélkül ugye nehéz egy olyan csapatot fölépíteni, hogy veszélyes legyen. De az emberi oldala ugyanolyan fontos. Úgyhogy ez a két tényező, ez mindenképpen összhangba kell, hogy legyen, mert hogyha mint például egy nagyon szenzációs, egy nagyon jó játékost akarsz igazolni, de nem passzol a csapatba, akkor úgy jársz esetleg, mint most a Grozával, hogy különc lesz, mert hiába jó, de nem tudod használni. Uh-huh. Tehát, hogyha Ibrahimovics vagy Makalele, akkor inkább az utóbbi. Hát az biztos, hogy Ibrahimovics nem csinálna azt, amit én találok neki. Na, többen is kérdezik egyébként ezt, hogy miért pont Kisvárda, és Kisvárdán milyen középtávú tervek vannak, és ezzel összefüggésben, vagy hát ezek mellett, vagy ezeken túl, mi lenne az álommeló? Mármint, hogy melyik csapat adott esetben? Most globálisan. Álomelóról nehéz beszélni, mert álomeló mindig az, amit csinálsz. Hogyha nem csinálsz szívvel, lélekkel azt, amit csinálsz, akkor nincs értelme az egésznek. Én úgy gondolom, hogy ez az álomeló pillanatnyilag, mert reggel ide jövök, és utána estig itt vagyok. Most az, hogy a hétvégi mérkőzések hiányoznak, nincsen meg az a ritmus, az egyértelmű, hogy az a rossz, nincsen meg az a feszültség, az a mérkőzésre való fölkészülés, ami az egésznek a sava borsa. De attól függetlenül egy klubért, egy csapatért ugyanúgy lehet dolgozni. Ez szép mindig, hogyha egy csapatot te föl tudsz építeni, dolgozol már azon, hogy mi lehetne a hétvégi mérkőzésre, hogy tudnád összerakni, mit lehetne játszani az ellenfél ellen. Úgyhogy ezzel nincsen semmi gond. Én itt ugyanúgy megpróbálok a legjobb tudásom szerint mindent beletenni, mint előtte, vagy pályaedzőként, vagy pedig mint a legutóbbi munkahelyemen. Úgyhogy ebben nincsen különbség. Na most az, hogy miért Kisvárda?
Amikor én elmentem Miskolcra, akkor egyértelmű volt, hogy nem feltétlenül akartam én valahol dolgozni, annak ellenére, hogy volt lehetőségem. Utána pedig, mármint Magyarországról, utána pedig én külföldön próbáltam egy olyan klubba oda kerülni, ahol esetleg ugyanúgy valamilyen eredményt el lehetne érni, valamit föl lehetne építeni. Na most, hogyha ez nem jött össze, nincs az a semmi gond. Hát próbálkoztam utána ugyanúgy a régi kollégákkal kapcsolatokat tartani, ugyanúgy elmentem, megnéztem, hogy hogy működnek ezek a különböző országokban. Volt időd olyanra, amire különben nincs időd, és utána gondoltam, hogy azért eljött az az idő, amikor én is úgy voltam vele, hogy jó, most már azért tovább nem biztos, hogy kéne várjak, mert minél tovább nem vagy benne ebbe a vérkeringésbe. Hiába gondolom én azt, hogy ez a felfogás, ez életképes és működik, azért mégiscsak egy hosszú idő után azért az embernek jó lenne valamit csinálnia. Akkor jött az Attila hívása, beszéltünk, és egyértelmű, hogy én úgy gondolom, hogy ez a keret az alkalmas arra, hogy amit mi akarunk, azt eredményesen tudjuk játszatni. Hál' Istennek azért egy-két mérkőzésen ez lehetett látni, hogy ezek a játékosok, és itt tényleg itt le a kalappal előttük, mert nem az volt, hogy mondjuk megálltak 2-3 gól után, hanem láttam bennük azt a tüzet, hogy igenis nem az, hogy ki akarják végezni az ellenfelet, de akarnak többet, mennek, csinálják. Úgyhogy ez pillanatnyilag én úgy gondolom, hogy ez itt működik, és meglátjuk, hogy fog működni a továbbiakban is. Ezzel összefüggésben van az a kérdés, amit Demeter Olivértől kaptunk, hogy Magyarországon megvalósítható-e az általad favorizált gegenpressing típusú játék? Tehát, hogy mennyit kellett neked változtatni ahhoz képest, hogy nyilván van a fejedben egy kép, egy kristálytiszta kép, hogy ennek pontosan hogy kellene kinézni, és kellett-e, vagy mennyire kellett módosítani ezen, illetve mennyi idő, amíg ezt elsajátítja egy olyan csapat, aki addig nyilván nem ezt játszotta? Ez, hogy mennyi idő elsajátítani, én úgy gondolom, hogy ez gyakorlás kérdése, de attól függetlenül, hogyha a játékos akarja, meg tudja valósítani, és ehhez vannak az edzések, ehhez kellenek olyan gyakorlatok, ehhez kellenek olyan apró változtatások, ami alapján te ezt eredményesen tudod csinálni. Egyértelmű, hogyha mondjuk egy csapat szét van szakadva, és mondjuk te elveszíted a labdát, akkor nem tudsz olyan létszámfölényt kialakítani a vesztett labda körül, ami téged eredményessé tud tenni, hogy minél előbb és minél gyorsabban visszaszerezd a labdát. Ezeket lehet modellezni, lehet edzés szituációkat, vagy játék szituációkat az edzésbe berakni, és kell is ahhoz, hogy egy játékosnak a fejébe automatikusan benne legyen az, hogy hoppá, labdát veszítek, visszatámadok. Liverpoolt meg kell nézni, ott a játékosok szó nélkül csinálják, pedig nem kis sztárokról beszélünk, és éppen ezért ez eredményesek, mert mindenki ugyanúgy vált, ugyanúgy vissza tud támadni, és minél többen tudod ezt alkalmazni, vagy minél több játékos tudja ezt egyből csinálni, annál eredményesebb tudsz lenni. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy Magyarországon is azért egyre jobban működik, és többen alkalmazzák, de az biztos, hogy egy kis idő kell azért, hogy a játékos a hozzáállásával rájön erre a hullámhozra, de ez működőképes. És ez miért van, hogyha egy kicsit ide kapcsolódhatok, elnézést, Szabi, megint belevágtam, hogy elég sokszínű nálatok az öltöző, tehát sok nyelvű az öltöző, hogy nálatok ez működik, és ott, ahol szinte csak magyarok vannak, ott meg annyira nem. Ez mitől lehet ez a magyar játékosnak a képzettsége, mentalitása, vagy valamilyen más külső tényező miatt, és külföldön meg ennyivel jobbra nevelik a játékosokat, hogy tudjanak alkalmazkodni? Vagy mi az, ami hiányzik a magyar játékosból, hogy ilyen egységes tudjon lenni? És mi az, ami a külföldiekben ebben megvan? Nem, most nem szedném le a keresztvizet a magyar játékosokról, mert ez Diós Győrben is működött. Azért ott is a magyar játékos ugyanúgy megcsinálta. Én úgy gondolom, hogy ezt csak meg kell követelni. És hogyha mutatod a játékosnak, vagy hogyha ezt gyakorlod a játékosokkal, ez egy idő után működik. De ebben is vannak finomságok, ebben is vannak edzői különböző felfogások. Most attól függ, hogy nézed. Én azt a rizikót mindig bevállaltam, és én büszke vagyok arra, hogyha ha valaki esetleg hallja a nevemet, akkor ő tisztában van azzal, hogy akkor esetleg én mit képviselek, hogy egy támadó futballt, egy rizikó, val dúsított futballt, akinek a védelme magasan áll, ami persze a veszélyt benne hozza magába, de én inkább, amit mindig is mondtam, hogy inkább nyerek 5-3-ra, mint mondjuk 1-0-ra. Szóval számomra egy látványosabb foci az élvezhetőbb, és ez magyar játékossal is működik, úgyhogy azért én úgy gondolom, hogy ezt ki lehet alakítani mindenhol, nincs ezzel semmi gond. Most az, hogy a magyar játékos, hogy dinamikába és hogy agresszivitásba
milyen gyorsan tudja ezt megvalósítani, az megint most egy olyan kérdés, hogy vannak, bőven vannak, nagyon sok magyar játékos van, aki erre képes. Én úgy gondolom, hogy ezt csak gyakoroltatni kell a játékossal, vagy meg kell kérni tőle. Akarati tényezőn múlik, akkor ennyi az egész tulajdonképpen. De a magyar játékos ugyanúgy csinálja, úgyhogy ezzel nincsen gond, csak szerintem nem feltétlenül ez a stílus jegye nagyon sok csapatnak. Van itt egy ilyen kérdés, ami egy tényleg érdekes. Minden kérdés érdekes. Próbálok okosokat mondani. Hogy ugye az NB1-es pályafutása belső csapat a Diósgyőr volt, és ott volt olyan esetleg vesztes mérkőzés, amelyik a te rutintalanságodnak volt a számlájára írható. Itt nem is feltétlenül az edzői dolgok, hanem hogy nem feltétlenül ismerted pontosan jól a közeget, stb. Biztos vagyok benne, hogy volt olyan, amikor hibáztam, mert az embert elviszi a hév, és esetleg nem úgy tudod megítélni a dolgokat, mint ahogy az kellene. Na most nem fogok visszagondolni rá, mert tényleg az már régebben volt, de tudom én is azt, hogy volt elég számtalan olyan szituáció, amit lehet, hogy utána másképp csináltam volna, vagy másképp határoztam volna egy adott szituációban, de hát ezt jelenti a rutin, hogyha valaki azért több évig dolgozik, vagy több ilyen hasonló esetben van benne, akkor próbálja ezeket a hibákat leminimalizálni. De most nem menjünk abba bele. Nagyon sok, én akkor felsorolnom, akkor itt akarom a történet. Jó, Juhász Hilda tett föl egy kérdést, amire én tudom a választ, de hallani akarjuk tőled. Kedves Tamás, mi vezetett a szakításhoz a Diósgyőrrel? Hát ezt elmondtam már egy párszor, az biztos, és én gondoltam még ezelőtt, a műsor előtt, hogy nem feltétlenül fogok én megint belemenni abba, ami már lezárult, meg tényleg úgy van, hogy akkoriban fájdalmas volt, túlléptünk rajta, ennyi volt, befejeződött. Szóval szép időszak volt, jó érzések vannak bennem. Az, hogy most ott abban az időszakban egy ilyen túlélő csomagot akartak letolni mindenki torkán, az most már nem az én történetem, akkor így volt. Ez lezárult, úgyhogy most pillanatilag itt vagyok Kisvárdán, és ennek a klubnak, ennek a csapatnak akarok a javára mindent megtenni, és a legjobban dolgozni. Hát ezt a kérdéseket tud be annak szerintem, hogy azért nem jöttél el onnan nyomtalanul, és azért biztos vagyok benne, hogy vannak olyan szurkolók, akik a mai napig is szívesen látnának téged a kispadon, főleg azután, hogy aki utánad következett, az teljesen más felfogású labdarúgást próbált megkövetelni. Az a szerencse, hogy már szurkolói szerencse, hogy jelen pillanatban Diósgyőrben is egy olyan edző van, aki ezt az új hullámot próbálja megképviselni, ő is megpróbál labdarúgást játszatni, szintén a szurkolókat helyezi előtérbe. Tehát ebből a szempontból szerintem eléggé hasonlítotok egymásra. Úgyhogy mondom, ezt még egyszer csak a szeretetnek tud be ezeket a kérdéseket. Biztos vagyok benne, hogy ezért kérdezik meg általában ezeket tőled, mert és az a jó, hogyha egy edző úgy jön el egy klubtól, hogy nyomokat hagy maga után, és általában ezek a nyomok nálad pozitívak. Nem azt mondom, hogy a szurkolókat helyezem én előtérbe, hanem én úgy gondolom, hogy a szurkoló az örök. A szurkoló az azért fontos, mert a szurkoló az mindig marad. Egy edző, egy játékos cserélődik, az nem maradott élete végéig, de a szurkoló az igen, az ott a klubot képviseli. De attól függetlenül a csapat van előtérbe, a csapatnak kell produkálni, a csapatnak kell azt az eredményt hoznia, hogy utána az a szurkolótábor ott tényleg úgy érezze, hogy a csapat az övé, és hogy mindent megtesznek a sikerét. Úgyhogy én utoljára úgy érzem, hogy ez egy működött egy darabig, és a végén sajnos ez egy kicsit éresiklet, de szép időszak volt. Na, ha már egyébként így szóba került ugye most Feckó Tamás, akkor én szóba hozom egyrészt Tomás Dolt, mert érkezett egy olyan kérdés, hogy van-e neki visszaúta a Bundesligába, nem tudom mennyire ismered őt, illetve az ő körülötte alakuló helyzetet, illetve a másik ehhez kapcsolódó kérdés, hogy miben lehetnek talán a legjobban lemaradva a magyar edzők a nemzetközi élvonaltól? Nem gondolod komolyan, hogy én fogom itt kicsomagolni ezt a kérdést. Biztos, hogy nem. Hogy mást is, egyszerűbbet, mert az biztos, hogy nem. De a Dóra visszatérve, én úgy gondolom, hogy ő neki van egy olyan neve, ami
bármely országba oda tudja röpíteni, amellett, hogy a játékos múltja, az edzői pályafutása eleve egy olyan pedigréje van, ami miatt nagyon nagy előnyben van. Az, hogy egy klub milyen filozófiát képvisel, milyen futballt szeretné játszhatni, azt pedig én úgy gondolom, hogy az edzőket ez alapján választják ki, úgyhogy ha olyan csapat, hogyha olyan edzőt keresnek, mint ő, akkor egyértelmű, hogy annál a csapatnál van esélye, ahol pont edzőt keresnek. De ez én úgy gondolom, hogy a klub kérdés, hogy milyen felfogásba támadó, vagy egy kicsit védekezőbb, de mindenképpen van esélye, és jó esélye van, persze, miért ne kerülhetne vissza a Bundesliga csapatokhoz, ha nem is szerintem rögtön a Bundesliga 1-be, de ez nagyon gyorsan tud történni. Elmész egy Bundesliga 2-es csapathoz, eredményes vagy, jó szerepelsz, és egy neves játékosnak, egy neves edzőnek mindig könnyebb utána egy jó csapathoz oda kerülni. Ez a kérdés egyik fele, a másikat meg elfelejtettem. Egyébként ez nagyon érdekes, mert pont, ahogy mondtad, hogy hát aki a játékot akar játszani, én megmondom őszintén, hogy én nem tudtam felfedezni Dolnál, hogy milyen játékot szeretne játszani, vagy játszatni. Most ezt mondom az ellenfélként úgy, hogy... Én sem tudtam felfedezni. Én azért kutattam azt, mert nem feltétlenül vagyok egy nagy Fradi szurkoló, ugye ezt tudjuk, de hát mégis a Fradi az az igazi ellenfél, úgyhogy mi pont egymás játékáról tudjuk a legtöbbet érdekes módon. Én sem véltem felfedezni, de most ez a... Hagyjuk is a Tomás Dolt. De ez csak egy ilyen rossz szájú megjegyzés volt. Az a kérdésem, hogy mitől lehet az, hogy Németországban most átálltak, igazán átrendeződés folyik, és egyre többen bíznak meg a fiatalabbnál fiatalabb játékosokban. Ugye mindig azt mondják, hogy itt Magyarországon nagyon nagy felelősség egy klubot vezetni, óriási pénzek fölött születnek döntések, és ezt nem biztos, hogy egy fiatal ember kezébe kéne adni, és ennek pontosan az ellenkezőjét látjuk Németországban, hogy nagyon-nagyon megbíznak a fiatal edzőkben, és azt hiszem, hogy talán 30 éves alig múlt a Bundesliga legfiatalabb edzője. Tehát ez mitől lehet Németországban, hogy ennyire bíznak a fiatalokban? Azt hiszem 32 éves. Igen. 32 éves. Nagelsmann. Ez mitől lehet ez? Hát ez attól lehet, hogy annak idején, és ez tényleg így van, hogy az egész onnan indult el, hogy amikor a Kloppo az a játékostársam volt, akkor abban a szituációban kilátástalan helyzetben voltunk, hogy kiesünk az NB2-ből, és nem akartak az edzőre investálni, fogták oda, rakták edzőnek, és azóta, vagy legalábbis akkor úgy elindultunk, hogy az parádés történet volt. Na most ő volt az első élő példa arra, hogy ez működik egy fiatalabb edzővel, egy frissebb felfogással, és utána ugyanennél a klubnál ugyanúgy a volt csapattársam, a Thomas Tuchel lett az edző, aki ugyanúgy működött a csapattal, és ez a két példa volt Németországban is, ami kialakította ezt a felfogást, hogy próbáljuk meg egy helyi kötődésű fiatal edzővel, aki az utánpótlásban eredményesen dolgozott, és hogy miért ne lehetne vele eredményt elérni. Na most én úgy gondolom, hogy az edzőbe, és ezt mindig is mondom, hogy Németországban is van jó edző, rossz edző, Magyarországon is van jó edző, rossz edző, és az nem feltétlenül jelenti azt, hogy valakinek van játékos múltja, hogy akkor az egy jó edző, vagy hogyha valakinek nincsen olyan játékos múltja, akkor az ne lehetne jó edző. Miért ne lehetne? Természetesen én úgy gondolom, hogy azért jelent egy bizonyos előnyt, hogyha valakinek van játékos múltja, mert azért a különböző szituációkban nagyjából tudod, hogy kell reagáljál, vagy hogy mi fog történni, de az egyik nem zárja ki a másikat úgy, hogy ezeket a fiatal generációt, mondjuk nem egy Kloppot vagy egy Tuchelt, hanem ezeket a még fiatalabbakat, mint a Juliant, a Nagelsmannt, őket hívják ilyen laptop edzőknek, akik azért egy kicsit már a tudományosabb oldalról közelítik meg a csapatot, a játékosokat, ami nem feltétlenül hátrány, mert azért egy játékosnak igenis kell az, hogy föl legyen építve olyan szintre, hogy utána a csapatba berakva az működjön. Úgyhogy, és itt jön az a része, mert nem tudom, hogy az elején lehet, hogy mondjuk akkor is fiatal edzőt akartál mondani, de fiatal játékos... Igen, bocsánat. De a fiatal játékosokat meg egyértelmű, hogy így fölépítve azért ez a fiatal edző lehet, hogy jobban tudja mozgatni. És egy fiatal játékost ugyanúgy, hogyha abból indulok ki, még én tudom változtatni, kialakítani, nincsenek meg azok a beidegződések, még tényleg olyat hajlítasz belőle, amilyet akarsz, arra formálod, amilyenre szeretnéd. Úgyhogy gondolom, hogy ez nem egy rossz irányvonal, de az nem jelenti azt, hogy akkor csak egy fiatal edző a jó edző, egy idősebb edző a jó edző, az eredményes edző a jó edző. Igen. Egyébként a fiatal játékosok felépítésére ugye a Salzburg és a Lipcse
Hát a legjobb példa. A legjobb példa. Magyarországon ez megvalósítható, nem valami hasonló. Nyilván ehhez pénz kell, szakértelem kell, egyebek kellnek, de erre itt lenne lehetőség, mert ugye akadémiák vannak, jó körülmények vannak. Nem tudom, például az is érdekes, azt is szeretném megkérdezni, hogy Kisvárdán milyennek a körülmények, de hogy most ennél a témánál maradva, hogy ez Magyarországon megvalósítható lenne? Vagy mi az, ami hiányzik, amiért nem tud hasonló megvalósulni? Most biztos vagyok benne, hogy megvalósítható lenne, és szerintem azért abból a szempontból, hogy hatalmas támogatásokat élveznek az akadémiák, és tényleg pillanatnyilag olyan helyzetben vagyunk a labdarúgáson belül, ami extrém jó, és hogyha ez nem lenne, akkor itt a labdarúgás nem feltétlenül kapna ilyen támogatásokat. Na most ez Lipcsében is úgy működött az elején, amikor én oda kerültem, addig a Lipcsénél az utánpótlásban mondjuk nem olyan szintű játékosok voltak, vagy nem úgy volt egy csapat fölépítve, mondjuk az U15, ami feltétlenül azt jelentette volna, hogy azok a korosztályok följebb lépve, mondjuk 3-4 évvel később minőségi játékos tudjon kidobni az első csapat számára. Ott is úgy volt, hogy aki akart, az befért mondjuk az U15-be. És egyre jobban, minél jobban kiépíted a klubot, minél szeriőz, vagy megbízhatóbban dolgozol mindenféle területen, utána már eljutsz azokkal a lépcsőfokokkal egyre följebb, hogy mondjuk nem csak 20-an jönnek mondjuk egy játékos kiválasztásra az U15-be, hanem jönnek mondjuk 200-an. És akkor már nem az van, hogy mindenkit fölveszel, hanem akkor ott már vannak kritériumok, ami alapján te tudsz szelektálni. És ezek azok a dolgok, hogyha te eljutsz odáig, hogy mondjuk van választási lehetőséged, akkor minőségben sokkal jobb leszel, mert azok a játékosok nagyobb minőséget képviselnek, és utána ezekből sokkal jobb játékosok tudnak kikerülni. De ott van a másik példa. Egy Lipcse vagy egy Salzburg természetesen az elején hatalmas ellenszéllel, mert a tulajdonos bazi nagy összeget investált az egészbe, de ugyanakkor el lehet mondani, hogy nem feltétlenül volt az káros a labdarúgásnak, mert az egy dolog, hogy mondjuk esetleg mondjuk 6 játékos leigazolsz darabját a játékosért mondjuk 10 millió euróért, és az milyen nagy pénz, és hogy ez tényleg ez kevés klub tudja megcsinálni. Aláírom, mert ez így van. De ugyanakkor meglátod azt, hogy abból a játékosok, vagy azokból a játékosokból, ha csak egy beválik, akkor már visszajön az a befektetett összeg, nem tudsz rajta bukni. Most azzal a felfogással, ami ott volt a Lipcsénél és a Salzburgnál, az egyértelmű, hogy nem csak egy játékos vált be, hanem mondjuk a 6-ból bevált 7. Szóval játékosokat föl lehetett úgy építeni, hogyha tényleg olyan minőségi munkát végzel, akkor megtérül minden, és tényleg előre lehet lépni. És ez Magyarországon ugyanúgy abszolút, miért ne lehetne fölépíteni. Most a Kisvárdánál természetesen a Kisvárda ugyanúgy nem egy 100 éves klub, de valamikor minden klubnak el kell indulnia, föl kell építeni a magát, és itt is az a cél, hogy minél több játékos kerüljön ki az utánpótlásból, és itt is ugyanúgy, hogyha az elején esetleg nem is voltak meg azok a kiválasztási lehetőségek, jussunk el odáig, hogy mondjuk a gyerekek a környékről akarjanak idejönni, és itt akarjanak futballozni, és akkor megvan már az a választási lehetőséget, hogy tényleg a minőséget választott ki. Úgyhogy, de szerintem ez mindenhol ez lenne a járat. Ahogy ismerlek, azért biztos vagyok benne, hogy elmentél már azért az utánpótlást megnézni nálatok. Hát mondjuk messzire nem kellett mennem, mert hál' Istennek azért, amikor időm engedi, akkor itt vagy edzést néztem, vagy mérkőzésbe belenéztem, de még annyi időm sajnos nem volt, mert pont amikor lehetett volna, akkor jött ez a koronavírus, de a kapcsolat ugyanúgy megvan. A Szentes Lázár, aki átvette az akadémiát, én úgy gondolom, hogy a kapcsolat és a munka az első csapat és az akadémia között az eddig harmonikus, és tényleg mind a két fél figyel a rezdülésekre, vagy figyel arra az igényre, ami a másik oldalról jön. Úgyhogy ez a munkakapcsolat ez eddig működik tökéletesen. Látsz már esetleg valaki olyat, aki esetleg majd szóba jöhet a csapatodnál? Természetesen most is így, hogy csoportokba edzünk, de van két olyan játékos, aki velünk készül, vagy legalábbis a csoportokkal készül, meg előtte, amikor még lehetett edzeni, amikor még nem zárták le a bajnokságot, akkor ugyanúgy a csapattal edzettek 2-3-szor egy héten. Én úgy gondolom, hogy ha őket el tudjuk olyan szintre juttatni, akkor ők azért, ha nem is meghatározó emberek lehetnek az elején, de mindenképpen ott tudnak lenni a csapat környékén, és ki tudja, hogy mi fog belőlük válni. Úgyhogy ez lenne a cél. Úgy hallottam, Kisvárda azért a határokon átívelve is
Tehát számol a határon túli magyarsággal, illetve... Hát már itt vagyunk a határon, úgyhogy a határon igen, átlátok a határon, úgyhogy... Hát nem csak a magyar ajkúak, hanem az ottaniak, tehát a határ másik oldalán élő nem magyarokra is azért számíthat a Kisvárda. Ez mennyire valós hír. Azért jönnek át... Ez nem is az, hogy valós hír, de én úgy gondolom, hogy itt vagy a határ mellett. Egyértelmű, hogy azért a határnak a túloldalán olyan magyar anyanyelvű, vagy magyar kötődésű játékosokat is próbálunk keresni, akik ugyanúgy vagy az akadémiát, vagy az első csapatnak a hasznára tudnak lenni. Na most érdekes azért a különböző országokból jövő játékosokat így összegyúrni, vagy látni azt, hogy esetleg ki hogy reagál egy-két szituációra, vagy hogy melyik országból jövő játékosnak mi az erőssége. Igen. Mert azért ezeket a különbségeket te látod, az érzékeled, egy ukrán nem kell noszogatni, az ukrán átmegy a falon is, és tényleg egy olyan katonás rendel, fegyelemmel, ami számomra is érdekes volt, és mindenképpen ezek így egy csapatot, én úgy gondolom, hogy ezzel a lehetőséggel egy kicsit följebb is tudnak emelni, mert így legalább a motiváció, az a versenyhelyzet, az mindenképpen emelkedik a csapaton belül. Tényleg, az öltözőben mi a közös nyelv? Angol. Uh-huh. Jó, mert hát ez... egy-két szót más nyelven is, úgyhogy... Hát igen, gondolom, hogy Magyarországon ez nem szokás. Magyarországon ez nem szokás, mint Németországban. Németországban az volt az alap, hogy én kimentem, akkor nem ők tanultak meg magyarul, vagy mit tudom, hogy angolul beszéltünk volna. Nekem kellett megtanulni németül. Most ez Magyarországon nem feltétlenül, és itt mondhatom az összes klubot. Nincsenek rákényszerítve a játékosok, hogy akkor igenis beszéljék az anyanyelv, vagy a mi anyanyelvünket, a magyar. Amelyik országban te dolgozol, az egy az, hogy az egy tisztelettudó dolog, meg a másik az, hogy normális esetben ezt meg kell tanulni, hogy ott tudjál dolgozni. Ha már oda mész dolgozni, futballozni, az nem árt, hogyha beszéled a nyelvet. Most itt játékosok nincsenek rákényszerítve, úgyhogy itt az angol működik, de én úgy gondolom, hogy másik kluboknál is ugyanez az út, ami, hogyha lehetne központilag megváltoztatni, mondjuk lenne egy ilyen szabály, akkor érdekes lenne, de nem lenne egy olyan nagy hátrány. Remélem, hát azt hittem, hogy kifagytunk. Mert akkor volt a szünet, hogy azt hittem, hogy nem volt érthető. De. Erre van egyébként egy jó történetem. Nekem az egyik legjobb barátom már 10 éve Svájcban dolgozik bankszakmában, és ő egyébként így két tannyelvű suliba járt világ életében itt Magyarországon, kiválóan beszélt németül, és amikor kiért, akkor szembesült azzal, hogy hát bizony, ő grüci németül nem tud, és mondták is neki ott a Svájcban, Zürichben, hogy hát az igazság, hogy amíg te ezt nem tanulod meg, addig a rangrétrán nem fogsz tudni elindulni fölfelé, mert amíg nem érted azt meg, hogy este a kocsmában mi miről beszélgetünk, addig érthetette az irodalmi németünket az irodában, addig esélyed nincs erre a dologra, és hát ráment annak az embernek, aki egyébként kiválóan beszél németül, irodalmi németül, körülbelül 2-3-4 éve ráment arra, amíg ezt elsajátította. Hát már csak 1-10-ig elszámolni, és nekem teljesen másnak hatott, mint valami igazi ekte német, de hát ez van, és egyébként érdekes ellen lenne tényleg eljátszani a gondolattal, hogy ez vajon pozitívan vagy negatívan hatna. Lehet, hogy a kötődést amúgy erősítené, hogyha lenne egyfajta nyomás abban az irányban, hogy jobban megtanuljanak magyarul, de hát a fenet, ugye én ennek nem vagyok szakembere nyilván. De viszont kikerültük azt a kérdést, hogy mik a középtávú tervek Kisvárdán. Erre nem válaszoltunk. Igen. Középtávú tervek azok, hogy először is ebben az évben minél messzebb kerüljünk a kieső zónától, minél több pontot szerezzünk, hogyha befejeződik a bajnokság játékokkal, ez majd a jövő kérdése lesz, hogy akkor mi fog történni. De természetesen az, hogy egy erős jó csapatot alakítsunk ki, aki látványos és jó futballt játszik. Úgyhogy itt most nem az a középtávú terv, hogy mit tudom én, 3 bajnoki címet nyerjél, de most ez nem is jelenti azt, hogy akkor neked nem úgy kell belemenni egy mérkőzésbe, hogy nem akarod megnyerni az összes mérkőzést. Mert most, hogyha egy edző nem azt mondja, hogy az összes mérkőzést meg akarom nyerni, akkor nem feltétlenül van értelme az egésznek. De most, hogyha én kijelentem azt, hogy minden mérkőzést meg akarok nyerni, akkor az elég nagyképűnek hangzik, teljesen
dolgozol, ugyanakkor meg, hogyha egyesével lebontod a mérkőzéseket, akkor minden mérkőzésre úgy készülsz, hogy mi az a győztes taktika, mi az a győztes felfogás, amivel te eredményes tudsz lenni. Úgyhogy az a lényeg, hogy egy jó futballt és eredményes futballt játszunk. Pont a Salec magyarázta el nekünk, hogyha valaki így áll neki, Nyugat-Európában, hogy mint amit te most elmondtál, hogy teli önbizalommal azt mondod, igen, kérem, győzni jöttünk ide. Most, hogyha oda mentek a Bayern Münchenhez, akkor tehát a realitás az, hogy 10 alatt úszátok meg, de egyébként a játék az arról szól, hogy győzni akarok. És ebben tökéletesen igazán a Salecnak, hogy itt Magyarországon egy kicsit, tehát hogyha valakinek önbizalma van, akkor mindjárt azt mondják, hogy nagyképű. Igen, van egy ilyen furaság. Tehát ez egy ilyen hülye magyar betegség. Nem tudom, hogy erős is meg vagy száfolj meg, de Németországban senkit nem szólnak. Olyan nagyképű lehetek. De Németországban senkit nem szólnának meg szerintem azért, ha mondjuk most oda mennél te egy Európa ligás helyezés, és játszanál egy német csapat, azt mondaná, kérem, mi győzni jöttünk ide. Akkor... Ez a mentalitás, ez a hozzáállás, ez a győzni akarás, ez megvan bennük most. Ez Magyarországon is meg kell, hogy legyen. De természetesen itt azért, hogy mondjam, azzal én is szembesültem, hogyha te azt kimered jelenteni, és annak idején volt mindig csütörtökenként sajtótájékoztató, mondjuk Miskolcon mindig volt egy kedves újságíró, megkérdezte, hogy utazunk mondjuk, mit tudom én, Paksra, hogy utazunk bárhova. Hát mondom, vagy miért utazunk? Hát mondom, győzni, nem kikapni. Hát most jól néznénk ki, hogyha azért megyünk, hogy kikapjunk. Na most, hogyha a felfogást képviseled, akkor nem tudom, de akkor nem sok értelme van az egésznek. Mindenki verhető. Most az, hogy egy tízszeres költségvetéssel dolgozó csapathoz mész te idegenbe, milyen ne lehetne őket megverni? Hát most lehet, hogy nem 8-szor fogod a 8 mérkőzésből megverni őket, lehet, hogy csak egyszer. De miért ne pont azon a hétvégén lehetne az a mérkőzés? Miért ne lehetne pont abba az időszakban egy tökéletesen működő csapatot, kevés hibával? Miért ne lehetne pont az ellenfélből, pont vagy az ellenfélnek egy rossz napja? Szóval mindenki verhető, csak ki kell várni, vagy annak a jó időnek, annak a jó napnak el kell jönnie. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy ez ebben, az. Ebben a sportújságírók is hibások egyébként, hogy belenevelték a futballtársadalomba ezt a dolgot, mert ugye mindig az idegenben jó az X, tudod? Igen. Na most nem döntetlenért mész. Hát az általunk annyira nem szeretett, minden is nem mondok újságot, aki mindig részt szokott venni sajtótájékoztatókon, rendszerint elvárja a magabiztos fellépést, de akkor, hogyha valaki azt képviseli mondjuk, amit te, vagy mondjuk amit egy átlag német edző, akkor ő az első, aki leírja kicsit szerényebben. Tehát, hogy... Józsi, a Pogácsa sportra gondoltál? Igen. Ja, de mondjuk is, igen. Nem is érdekes ez. Viszont az érdekes, ha már időkről, meg időpontokról beszéltünk, ugye megtudtuk tegnap, hogy június 13-áig el kell kezdeni legkésőbb a bajnoki folytatást, mert különben akkor nem lehet befejezni időre, és ez hogy áll ez a dolog? Neked mi a véleményed, hogyha mennyi idő kell a csapatodnak ahhoz, hogy hát mondjuk egy, lehet, hogy akár idén elejé formának nevezett dolgot tudjon a pályára vinni, nyilván nem pont ugyanazt fogja folytatni a csapat, mint alapba hagyta, de ez mindegyik csapatra érvényes. Tehát ez mennyi idő lehet ez a felkészülés? Igen, ez érdekes lesz, mert hogyha az első meccset megint le fogjuk játszani, akkor, hogy ki milyen állapotban van, vagy volt, azért az a kettő nem lesz összhangban, mert tényleg érdekes lesz, hogy 3-4 hét felkészülés alatt szerintem föl lehet készülni, csak attól függetlenül azért a taktikai része, a csapatmozgások azok nem voltak meg az elmúlt időszakban. Most nálunk is lehetett látni, hogy mondjuk 2-3 hét szünet után, amikor újra labdával dolgoztunk, hogy akkor igencsak azért gondban voltak a játékosok, hogy ez alatt az idő alatt ők nem tudtak labdázni. Na most az, hogy mikor kezdődik el újra a bajnokság, vagy hogy lesz, és hogy mennyi idő alatt lehet fölkészíteni, én abba bízok, hogy minél előbb fognak egy időpontot mondani. Mert az, hogy te csak azt mondod, hogy mondjuk június 13-ig be kell fejezni, attól még nem vagyok beljebb, az még másfél vagy két hónap. Most nekem addig azért nem lenne rossz, hogyha tudnék tervezni, mert az a legrosszabb, hogy egy játékos mondjuk nem is az, hogy tűzbe tartani, mert most nem tud tűzbe tartani, de hogy legalább szinten tartani, és az, hogy ne veszítse el a kedvét, mert ő is csak azt látja, hogy edz, de minek? Most, hogyha úgy nézed, nem lehet tudni, hogy mi lesz a vége, nem látod a végét. Úgyhogy ebbe ez a legrosszabb. Most kíváncsi vagyok, mert tegnap például erre reagálva, vagy
nem biztos, hogy erre, de mondjuk a hollandoknál a állam vagy a parlament, nem tudom, mi van ott. Ők például azt mondták, hogy szeptember 1-ig semmi nemű sportrendezvényt, és itt most nem csak sportrendezvényről, más se lehet megszervezve, vagy tömegrendezvényt megtartani. Ebbe beleesik minden mérkőzés is, és itt nézők nélküli mérkőzése lehet tartani. Úgyhogy itt gondolom, előbb-utóbb azért fognak jönni ezek a döntések a különböző országokból, hogy akkor most hogy fogják lezárni, vagy folytatni a bajnokságot. Az én véleményem ezzel kapcsolatban az, hogy nem látom azt, és ezt mondtam már, amikor itt befejeztük az utolsó mérkőzés után a bajnokságot, nem látom azt, hogy mivel lesz jobb májusban, mivel lesz jobb júniusban, mivel lesz jobb júliusban. Addig, amíg nincs ellenszer, vakcina, és ez, hogyha úgy működik, hogy oda-vissza megfertőződhetsz, akkor te tervezhetsz, de a végén úgyis az lesz, hogy akkor ott esetleg valaki beteg lesz, és karanténba vágják az egész csapatot, akkor az a csapat már több meccset nem fog játszani, és akkor megint irreális az egész bajnokság. Szóval ebből jól nem tudsz kijönni, nem tudsz jó döntést hozni. És akkor teljesen mindegy, hogy milyen példát mondok, hogy az osztrákot, vagy a németet, vagy a vehetszit más sportákból is példát, a kézilabdát, hogy mint amit az előbb is mondtam, hogyha valaki valamilyen döntést hoz, abban érdekek sérülnek. És itt is úgy lesz, hogy nem mindenkinek fog tetszeni, mivel nem is tetszhet mindenkinek, hogyha valamilyen döntést fognak hozni. Neked mi egyébként mi az elképzelésed? Mi lenne neked szimpatikusabb? 12, 14 vagy 16 csapatos magyar bajnokság? Hát ez érdekes, mert hát, hogy a nagyobb városok, mint Pécs, hogyha haza lehet beszélni, akkor egyértelmű számomra az kedves lenne, meg fontos lenne, hogy mondjuk Pécsnek lenne egy NB1-es csapata, de vannak olyan városok, ahol igenis van tradíció, nagy tradíció, és mondjuk ők nem tudnak esetleg NB1-be fölkerülni. Na most ezt nehéz megmondani, hogy mi lenne az ideális, mert van érv mellette, van érv ellene. Nem tudom, hogy mit lehetne elbírni, hogy a melyik város tudja azt bevállalni, hogy egy NB1-es csapatot fönntartson. Úgyhogy az lenne a legfontosabb, hogy játszunk, újra játszunk, de hogy most hány csapattal, 12-14, ennél vannak okosabbak, akik ezt majd úgy is elmentek. Azért kérdeztem ezt, és bocsánat, Szabocs, azért kérdeztem ezt meg, mert ja, azt tudni, hogy az két élcsapaton kívül az összes többi csapat csúnya szóval élve a kiesés elől menekül, mert egy-két vereséggel rögtön ott vagy a végén. És tehát azok, akik azt mondják, hogy minél több csapat legyen az NB1-ben, az azért szeretnénk állítólag a játéknak a minősége javulna, mert egy kicsit felszabadultabban játszhatnának a játékosok. Mert jelen pillanatban az történik, hogy ugye az előlevő csapatok ledominálják a többit, és a többi csapat pedig befekszik a kapuja elé, és általában a védekezés kontrázt játszik, tehát semmilyen kockázatot nem vállal fel. Ez alól most a te csapatod ugye kivételnek mondható, de általában az szokott lenni most nagy általánosságokban, hogy ez jellemző a magyar csapatokra. Hát, hogy neked erről mi a véleményed? Hát egy edzőnek persze lehet, hogy kényelmesebb lenne, hogyha van mondjuk 16 csapat a bajnokságban, mert akkor lehet, hogy van három olyan csapat, aki alapból egyből ott van hátul, és mondjuk az első öt meccsből lehet, hogy nem nyernek csak egyet, és akkor utána te nem vagy olyan nyomás alatt. Ezt aláírom, ezt el is fogadom meg, tényleg biztos, hogy kényelmesebb lenne, de az nem feltétlenül jelenti azt, hogy akkor most a színvonal is emelkedne. Úgyhogy ezt nem tudom megítélni, úgyhogy az egész országot mit tudom én, átszkenelve, hogy milyen kereteket lehetne kialakítani, milyen minőségű futballt lehetne játszatni. Én úgy gondolom, hogy egy-két nagyobb város beférne még a bajnokságba, de az nem biztos, hogy most az, amit mondok, hogy az helytálló, vagy hogy igazon van. Egyébként ugye pont ma írtam egy cikket arról, hogy ugye a Blaszczykowski megvette a Wisla Krakót, ugye a korábban a klub megmentésért adományozó szurkolókkal együtt most ő lett a tulajdonos. Ilyen módon. És hát azt hiszem, hogy Dortmundban volt nem kevés ideig, és nem is annyira eredménytelenül. Kuba nevű játékos. Kuba, igen. És hát itt ugye arról van szó, hogy ott ugye 16 csapat van. És ott nem egy csapatnál, hanem több csapatnál is nagy problémák voltak. Körülbelül egyébként csapatonként körülbelül valami hasonló a játékos kereteknek az értéke, mint nálunk. És
Hát Lengyelország ugye méreténél, meg lakosság számánál fogva nyilván egy nagyobb gazdaságot jelent, és ott ezzel arányosnak tűnik ez a 12-16, de még ott a 16-tal is probléma van, úgyhogy ezek a nagyon érdekes kérdések, hogy vajon, ha csak a gazdasági oldalát nézem, hogy vajon tényleg elbírunk-e 14 vagy 16 csapatot, és hogyha elbírunk, akkor vajon túlságosan szétforgácsoljuk-e azt a valamennyi pénzt, ami rendelkezésre áll arra, hogy futballra költse el az állam, a nézők, a klubtulajdonosok, bárki. Úgyhogy érdekes a ez. A másik az, hogy bocs, hogy így a szabadba válok, de mondjuk így ez a koronavírus is meg fogja rángatni az országokat, a bajnokságokat. Mondjuk én úgy gondolom, hogy Magyarország azért egy kivételes helyzetben van, mert itt azért a klubok hóna alá nyúltak rendesen, és támogatva vannak, és tényleg ez a labdarúgásnak egy szenzációs dolog. Na most azért a nagyobb, hogy mondjam, nem is az, hogy a nagyobb, a környékbeli országban, de még ugyanúgy beszélhetnék a német bajnokságról is, ott is úgy van, hogy nem is ott a létszámon filóznak, csak hogyha így most arról beszélünk, hogy gazdaságilag hogy lehet esetleg fölépíteni, vagy hogy tudja egy gazdaság elviselni, hogy minél több csapat legyen. Most Németországban is a bevétele egy klubnak a nézőszámból van, a jegyeladásból és a tévés pénzekből. Na most az utolsó 25%-ot a németek a tévétől április 2-áig kellett volna, hogy megkapják, ez 304 millió euró, azt hiszem, múltkor olvastam. Most ezt nem kapták. Most azon megy a vita, és egyértelmű, hogy ők se fogják azt mondani, hogy oké, befejeztük a bajnokságot, ők is gondolom úgy vannak vele, hogy azért szeretnék megkapni. Na most ez a pénz hiányzik, és pont múltkor olvastam, hogy 13 csapat, ebben 4 Bundesliga csapat, és 9 Bundesliga 2-es csapat van gondba, és nem az, hogy csőd közeli állapotban vannak, de igenis meg fogja cibálni az ő klubjuk az, hogyha ezt a pénzt nem kapják meg. Mert ott azért mondjuk kiesik az a nézőszámból való bevétel, ami mondjuk lehet, hogy 20-30-40-50 ezer embernek a jegyárát jelenti, és ott azért ez a pénz egy hatalmas összeg, a másik része meg a tévéből származik. Szóval én úgy gondolom, hogy egy-két klub bajba lesz, és hogy így, ahogy az előbb visszatérve a kérdésedre, hogy hány klubot bír el egy ország, az most majd lehet változni fog emiatt a koronavírus miatt, hogy a gazdaságok esetleg nem úgy működnek. Kubatov Gábornak volt egy nyilatkozata a napokban, amikor azt mondta, hogy Magyarországnak a rosszból is a jót kell tudnia megtalálni. Hát ő nevezetesen arra gondolt, hogy a magyar csapatok, mivel nem piaci alapon működnek, és a bevételeik 1-3%-a származik a szurkolókból, viszont olyan szintű állami támogatás van, ami stabilan tudja tartani a kluboknak a működését, esetleg csábító lehet olyan országok játékosainak, akik most egy nagyobb vagy egy magasabb futballkultúrával rendelkeznek. Tehát elképzelhetőnek tartod, hogy esetleg mondjuk Kisvárdára is érkeznének olyan játékosok, akiket eddig nem tudtatok ott elképzelni? Hát vagy megfizetni legalább is. Biztos vagyok benne, hogy ez így lesz, mert azért külföldön, vagy a külföldi játékosok is látják azt, hogy Magyarországon stabil, rendezett állapotok vannak, és egy ilyen koronavírus se vágja a földhöz a labdarúgást. Én úgy gondolom, hogy attraktívabb lesz jóval a magyar labdarúgás a külföldi játékosnak, de most az, hogy Kisvárdán mi ilyenbe gondolkoznánk, az nem feltétlenül van így. Mivel nekünk nem az a célunk, hogy mit tudom én, milyen sztárokat ide hozzál egy talicska pénzért, hanem az, hogy akkor itt tényleg fiatalabb tehetséget próbálunk, vagy legalábbis valamivel fiatalabbakat hozni, és azokat esetleg úgy fölépíteni. Úgyhogy itt nem az a cél most pillanatnyilag. Jó, egyébként ez egy jó irány, mert azt gondolom, hogy azzal valójában, hogy a magyar labdarúgás még így is stabil lábakon áll, ezek szerint, és ezt örömmel halljuk, azzal valójában időt kap arra, hogy addig, amíg más országokban a sokkal rosszabb helyzet nem rendeződik, addig valami versenyelőnyt érjen el. Ez pedig az versenyelőny pedig ott létezhet, hogy az alatt, az idő alatt fel kell pörgetni az utánpótlás nevelést, és ezeket a fiatalokat, vagy ha a fiatalok megszerzését, és ezeket a fiatalokat kell fölépíteni. Úgyhogy én is ezt tartom egyébként egy jó iránynak. Most 2-3 év alatt nem lehet összerántani egy utánpótlást. Hát amiről pont az előbb beszéltünk. Azért lehet erősíteni. Igen. Hát azért 2-3 év alatt egy működő utánpótlásból már azért szerintem valakiket ki lehet nevelni. Tehát amikor hát, már ki lehet próbálni.
Ki lehet igen, próbálni, igen. Így mondod. Yeah. Tehát igen, kaptunk igen. 3 év laufot körülbelül. Most nagyon lesarkítva. A magyar labdarúgás kapott egy 2-3 év laufot az eddigi 8-10 év mellé, amiből sajnos azt kell, hogy mondjam, mióta az akadémiai rendszer működik, nem nagyon volt kitermelve olyan játékos, aki nemzetközi szinten számít, de sajnos és hála Istennek, hogy van ez a helyzet, sajnos a betegség miatt, és hála Isten, hogy még legalább egy 2 évig azért nem nőni fog a különbség, hanem esetleg még csökkenni, főleg a szakmából tesz. Hát igen. Hát egyébként Ausztriában is vannak gondok egy-két klubnál, ami egyébként számomra szintén meglepő, de hát ott vannak a legnagyobb gondok, ahol a leginkább piaci alapon működik a történet, mert hát pont a piac halt meg. Úgyhogy ez egy ilyen dolog. Figyeljetek! Az lenne a cél, meg az lenne a legolcsóbb, hogy saját játékosokat, saját nevelésű játékosokat beépíteni, mert hosszú távon tényleg így van, hogy az működőképes, és utána azokat esetleg piac képessé tenni, vagy értékesíteni. Úgyhogy ez egy ideális állapot, ami még az út elején vagyunk talán. Hát jó lenne például fölhívni a Klopp, hogy van egy pár játékos, akit nem tudnak fizetni. Hallom, Tamás, látok, stabil a helyzet. Nem, az lenne jó. Az lenne jó, hogyha én tudnám fölhívni, hogy van egy-két játékosom, akit tudnék ajánlani. Ja, hát igen. És a pofád leszakad, hogy milyen jó. Na most minden kérdőív, vagy ilyen kérdéssor végén szokott lenni egy ilyen szabadszavas rész, ahol megfogalmazhatod a gondolataidat, és nem irányított úgymond kérdésekre kell válaszolnod. Mi az, amit még úgy nagyon elmondanál, nem tettük fel a kérdést, de biztosan szeretnéd elmondani nekünk, a nézőinknek meg különösen. Szép a sapkád. Különösebben most... Az életem egy nyitott könyv. De akkor még egy kérdést fölteszek. Mit tanultál ebben a idézőjelben munkanélkül, inkább én azt mondom, hogy bezártságos időszakban tanított ez most téged valamire? Van valami tanulság a számodra? Hát ezt az érdekes, mert két részre osztanám, mert tényleg, amit az előbb mondtam, hogy az eleje az egy abszolút jó rész volt, mert ilyenkor utazol, klubot látogatsz, meg azt csinálod, amihez kedved van meg, amire máskülönben nem érsz rá. De ugyanakkor én is tanultam belőle, mert azt én is tudom, hogy nem feltétlenül szerencsés, amit azóta mondtam többször is, hogy ha őszinte vagy, akkor az mindig fáj valakinek. Úgyhogy én se állok bele mindenbe úgy, ahogy régen esetleg, de attól függetlenül van véleményem, és ugyanaz a véleményem, csak lehet, hogy akkor inkább úgy vagyok vele, hogy ez nem az én dolgom, nem az én feladatom, akkor nem fogom azt szóvá tenni, majd megoldja más. És hogyha utána ez nem működik, akkor esetleg majd a végén megpróbálom megváltoztatni, de ami nekem furcsa volt, amiben tanultam, az volt, hogy amikor hazajöttem Magyarországra, akkor persze én mindent úgy akartam működtetni, amikor meg volt rá a lehetőségem, mint ami kint működik, ez nem megy. Nem tudod egy az egybe átültetni. Úgyhogy ebből tanult az ember. Na most itt a végén, itt, amikor, hogy mondjam, itt a munkanélküli időszakban, akkor egyértelmű, hogy az ember gondolkodik azon, hogy mi az, amit másképp csinálna. És én úgy gondolom, hogy ez az, ami számomra nagy tanulság volt. De mit látsz? Akkor... Bocsánat. Mondd. Az lenne a kérdésem, hogy én még mindig pozitívan próbáljuk lezárni az ilyen beszélgetést, hogy én legalábbis mi a Szabolcsban biztos, hogy a sok mormogásunk ellenére azért úgy látjuk, hogy ez a magyar labdarúgás azért tud kitermelni olyan edzőket is, meg olyan játékosokat is, akik előbb vagy utóbb azért legalább a közép megzőnyhöz hozzá fogják megint tenni a magyar labdarúgást. Hogy te ezt most hogy látod, hogy fejlődő szakaszban van? Most nem az infrastruktúráról beszéljünk, hogy új stadion, új pálya, új ez, igen, hanem az, hogy szakmailag szerinted fejlődő fázisban van a magyar labdarúgó szakma, vagy stagnál? Mit gondolsz erről? Én úgy gondolom, hogy azért fejlődik a magyar szakmai társadalom, és én ezt ugyanúgy el tudom most mondani, hogy azért, mert külföldről jön valami, az nem feltétlenül jelenti azt, hogy jó. Az, hogy más látás szöge van, vagy másképp lát dolgok, az egy dolog, de az nem jelenti azt, hogy ami külföldről jön, az minden jó. Ugyanúgy van rossz edző ott is, ugyanúgy van itthon is rossz edző, amit az előbb is mondtam, úgyhogy én úgy gondolom, hogy szakmailag azért, vagy az edzők azok próbálnak fejlődni,
próbálnak előrelépni. Ami a meghatározó, ami meghatározza az egész magyar labdarúgás, az, hogy legyen olyan csapatod vagy csapatok, akik külföldön jól szerepelnek a nemzetközi szinten. Mert az határozza meg, hogy te milyen szintű munkát végzel. És ez eddig pillanatnyilag nehéz volt. Most már azért ezekkel a lehetőségekkel, támogatásokkal jobban előtérbe tud kerülni a magyar bajnokság, a magyar labdarúgás, a magyar edzők is, és én úgy gondolom, hogy attraktívabb lesz pont, amiről az előbb beszéltünk mindenféle szempontból. Hát én nagyon szurkolok azoknak a most belépő edzőknek, veled az élen, akik megjelentek az NB1-be, gondolok én itt Debrecenre, Miskolcra, nálatok Kisvárdán, és még egy-két helyen, hogy én látom abba ezt, ez mintha egy generációváltássá kezdene összeállni, és én nagy reményeket fűzök ahhoz, hogy sikerre fogtok halmozni, úgyhogy én ezzel el is búcsúznék. Nem fog működni, mindenki sikeres nem lehet. Hát jó, hát egyszer ez, egyszer az, hát majd megbeszélitek. Úgyhogy én ezzel el is köszönnék egyébként, és nagyon szépen megköszönöm, hogy rendelkezésünkre álltál. Köszönöm is a meghívást, örültem. Mi is nagyon köszönjük, és nagyon örülök, hogy a Tamás is, illetve te voltál majdnem a legelső, aki ebben a műsorban így megnyilvánult és nyitott a szurkolók felé. Úgyhogy én is nagyon szépen köszönöm, sok sikert kívánunk. És mindig szívesen jövök hozzátok. Azért a pénzért, amit fizettek, mindig szívesen. Na hát, abból nem mész messzire. abból nem vesztek játékost. Nagyon szépen köszönöm, Tamás, akkor ennyivel be is fejeztük a riportot, köszönöm. Akkor a közeljövőben viszont akkor téged is megkérnélek, arra szoktunk szakmai adásokat tartani, ahol szakvezetők, klubelnökök, esetleg edzők szoktak... Én csak beszélni tudok róla, de nem értek hozzá. Nem baj, a véleményed. Tehát ez is a véleményed. Mi is így vagyunk. Mi is így vagyunk, mi is beszéltetni szeretjük, hát ha egy picit előrébb lépünk. Úgyhogy köszönjük szépen, azokban a műsorokban szeretnénk meghívni, nagyon reméljük, hogy rá fogsz tudni érni azokra is. Szívesen, nagyon szívesen. Köszönjük. Sziasztok. Köszönjük, sziasztok.